Az Animal Cannibals Józsefváros című dalát énekelte az egyik legnépszerűbb amerikai tévéműsorban két McKinnon színész komika. Egy budapesti taxisofőrnek köszönhető a hirtelen jött népszerűség. A stúdióban az Animal Cannibals. Vagyis Richie P. és Kuka MC, bevallom őszintén, hogy az életben nem tudtam volna megmondani, hogy Dózsa Richard Ernő és Koller László. Koller László Ernő és ugye látod, Dózsa Richard. Ugye látod, már ezt a felesleges. Hadd fontosítsuk gyorsan már is a hírt. Erik, aki taxisofőrként... Apostrofáltatok, nem taxisofőr. Tehát, hogy neki az a munkája, hogy azért dolgozik a stábban, hogy a művészeket elszállítsa a helyszínre, és ott akkor ott jól érezzék magukat, és visszaszállítsa őket utána a szállásokra. Így van, így is mondhatjuk. Tehát neki ez a munkája. És egyébként most szerettük volna őt is meglepni egy ilyen józsefvárosos pólóval, és a mai nap éppen írtam neki, és mondta, hogy hát most nehézkesen tudunk találkozni, mert esténként forgatjuk az új Terminátort. Tehát, hogy most azon dolgozik. Szuper. Úgyhogy most lehet, hogy valaki egész mást fuvarozik. Na, szuper, srácok, köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Akarom tudni a pillanatot, amikor valaki rátok csörgött telefonon, vagy ültetek a tévé előtt, vagy a neten kaptatok egy linket? Előző nap este felléptünk, tehát azért nem keltünk fel nagyon korán. Egyébként a Jimmy fel a műsorát azért szoktuk nézegetni legalábbis így darabokban a neten. Én előbb keltem fel, mint a Kuka, és én egy e-mailre lettem figyelmes, ami az NBC-től érkezett angol nyelven, hogy akkor beszéljünk a jogokról. És akkor... A jogdíjról? A jogdíjról. Mert a jogokról már hiába beszélsz, hát, lement adásban. Igen, az már lement, igen. És beszéljünk a jogdíjról. És én meg mondtam, hogy hát lehet, hogy lesz valami vicces műsor, megint bejátszanak hülye kelet-európai zenéket, és akarnak minket. Volt már egyébként ilyen, hogy külföldi cég megkeresett minket hasonlóval. Egyből írtam is nekik, hogy nagyon jó, hogy itt vagytok, ha a lemezkiadókkal legyetek kedves ezt megbeszélni. A következő e-mail viszont nem egy e-mail volt, hanem elkezdett így jönni szépen az összes értesítés, Facebook picceget, meg mindenféle, és elkezdte mindenki dobálni a linket nekem, hogy ezt láttad már? Láttad? Ezt nézd meg, nézd meg, és akkor így jöttek a... Igen, Amerikában ugye 6 órával később vannak. Mármint keleti parton. Igen, a keleti parton, de hozzánk képest. Tehát, hogy a Magyarországhoz képest, a keleti parton. A legkorábban kellük. Igen, és reggel 6-kor posztolták ki, tehát ott náluk éjfélkor posztolták, mert akkor már lement az összes talk show, már azt hiszem a nyugati oldalon is teljesen mindegy. A lényeg az, hogy reggel 6-kor startolt el, hozzánk reggel 8-ra gyűrűzött be, amikor már az ismerősök is... Hittétek? Nehogy is, hát ilyen halmozott állleesés volt folyamatosan. Tehát én is felkeltem, mert a feleségem szólt, hogy azért nézzek rá a telefonomra, mert én sem fogom elhinni, amit látok. Na, miért? Mi történt? Nézem. Megjelent ez a mesztelen fotóról, amit nem készült. És akkor küldenek egy ilyen Jimmy Fallon, csak így addig jutottam, most megint mit csináltak? És nézem, Jimmy Fallon, mi köze hozzá az Animal Cannibalsnek, mert oda látom, hogy le van írva. És akkor látom, hogy magyarul reppel, és itt akkor egy picikét elbizonytalanodtam, nehogy kellemetlen legyen ez, hogy valaki megpróbálja, és akkor inkább kínos, mint pozitív a dolog, és aztán utána a totális állásés, amikor megnéztem a videót. Hát mert hogy állat jól csinálta, akkor legyen így, hogyha Animal Cannibalsokat fogalmazzak így, mi ez? Egy kiváló ország reklám Magyarországnak, is? Vagy Amerikában többiek tudják meg, hogy mi az, hogy Józsefváros? Azt már kevésbé szerintem. Vagy a magyar történelem azon része, amit már rebben mesélnek el 20 évvel ezelőtt? Életérzés? Egy picikét szerintem ez egy filmreklám, tehát konkrétan azért ment be két Jimmyhez, ha már lehet így beszélni, hogy ezt a bizonyos filmet, amit Magyarországon is forgattak, ezt bepromózza. De az azért túl sok, tehát van egy ország, Magyarország, amely igen, kisebb, mint Maryland állam, vagy nagyjából akkora, mint Maryland állam, hát nem fognak erre rátenni egy plusz reklámot. Vegyük előre, tehát a két részéről ez egy gesztus volt, Erik felé, meg azért, hogy milyen jól érezte itt Magyarországon. Ennél jobb országimázs egyébként nem is kell, hogy a hollywoodi színész jól érzi magát Magyarországon. Tegyük hozzá, és 8 milliós megtekintésnél jár most jelenleg. Van, és ez büszkén vállalja, és mondja, és tesz egy ilyen gesztust egy személynek, egy stábnak, akikkel együtt dolgozott. Nyilván oda valami kunsttal kell bekerülni ebbe a műsorba, tehát valamit kell gurítani, úgyhogy ezért nagyon nagy királyság az, hogy ebbe a show műsorba beengedték egyáltalán azt, hogy magyarul rappeljen. Tehát, hogy most ide jönne valaki, hogy figyelj, dél-koreai rap, na, érdekel? Tudnám. És nem biztos, hogy érdekelne mindenkit, de ott bement, átengedték, és tökéletesen működött. Ti minek tartjátok ezt most a ti életetekben? Tehát volt egy kedves, aranyos életetek 4 nappal ezelőttig, majd onnantól fogva az NBC-től kezdve, ahogy láttam, a teljes magyar sajtó rajtatok volt. Igen, hát egy olyan 3 napig tartó csoda ez. Gyakorlatilag tényleg mindenhol nyilatkoztunk már ez ügyben. Nincs olyan hely, az nem is létezik, ahol nem voltunk. De ez el fog múlni, ezt nagyon jól tudjuk. Viszont, hogyha szeretnünk volna egy ilyen reklámot, akár Magyarország, akár nemzetközi szinten, ezt nem lehet elintézni. Tehát olyan nincs, hogy lefordítom egy hollywoodi színészhez, hogy tanulnám, hogy létszesz nekem, és Jimmy
Büfelomba mond el, ilyen nincsen. Tehát na, fordítom magyarra, idén 29 éves az Animal Cannibals, eddig bármit csinálhattunk, ez a hölgy 5 perc alatt felülírta az egészet. És hogy mit csinált ez a bizonyos hölgy Kate McKinnon, azt most meg is mutatjuk, mert hogy arról van szó, hogy 8 milliós letöltésnél tart a neten, és akkor a tévés műsort még nem is említettük, mert hogy ez a bizonyos Jimmy Fallon az Egyesült Államoknak az egyik ikonja, és most akkor megmutatjuk, hogy gyakorlatilag miről beszélgetünk percek óta. Okay. Yes. Yes. Thank you. Jó. Jó. Jó, jó. Hogy itt vagyunk, most végre valamit bemutathatunk. Ez a József város, a mi tanyánk. Itt neved be minket a jó anyánk. Ahol veljut együtt már sok hülye fennod. Hiába ez a hely a szívön köznöd. Itt nem ölted anyád, pálmafán. Sikerekek már csak randolják az iskolát. Mert a sok sutyótól már lépni sem lehet. A fontos mi a hajad és a pulóvered. Vagy barát leszel, vagy ellenség. Itt már nem számít az emberség. Ocskát, szakát, ruhában, én kürüslő, deri kik a kukában. A kérdésem csak jelni, jó lennék! Ez minden Józsefvárosi utcakép. Jó, jó, Józsefváros! Jó, jó, Józsefváros! Most igazából azt kell nektek mondanom, hogy itt van ez a produkció. Igazából 15 millió honfitársunkon kívül, 10 millió magyarországi magyaron, meg 5 millió világban szerte szétszóródott magyaron kívül, a másik sok milliárd embernek fogalma nincs, hogy ez... Viszont az a 15 millió szív, az úgy megdobbant, tehát egy annyira ezt pozitív... Ezt érzed? Van nagyon, egy nemzeti más? Semmi negatívum nem jött ezzel kapcsolatban, se irányunkba, se senki irányába, csak pozitívum jött, hogy milyen jó a magyar nyelvet ilyen jól kiejtve hallani, viszont hallani ilyen nyilvánosság előtt, hogy ez egy mennyire jó dolog, mennyire vagány dolog, mert hallottunk már színészeket, énekeseket magyarul próbálkozni, beszélni, de ennyire tökéletesen és egy ilyen hosszú szöveget megtanulni és előadni, nem. Ez nagyjából olyan, mintha ti most indiaiul elkezdenétek rendpelni? Én nem tudnánk ilyen jól megtanulni, szerintem semmilyen nyelven. Jó, angolul talán, de az ilyen nehezebb nyelveket, mint amit ugye a magyarok is nehezebbnek tartják, azt nem lehet így megtanulni olyan könnyen. Csináltunk egy kihívást, ugye nem tudod kipróbálni egyébként ezt a, akár te, mint magyar ember ezt elreppelni simán, mert úgyse könnyű. De maga a reppelés is borzasztóan nehéz. Mi egyszer elmentünk, hogy kérték előre egy fellépésnél, hogy lejelelnék a dalainkat, és ott is azt mondták, egy 2 dalt elég, ha átküldtök, mert azzal is meg fogunk szenvedni. Tehát, hogy reppet, magát feldolgozni agyilag is, annyira sok rengeteg szó. Rengeteg a szöveg, és tehát megérteni, elmondani, artikulálva nagyon nehéz. Ha azt mondjátok, hogy a nemzeti szív megdobbant, akkor ezzel most kezdtek valamit, lesz ennek valamiféle folytatása, vagy pedig azt mondjátok, hogy trendi előadóként a héten elengeded, és a jövő héten már új projekt, és valami más csinálsz. Nem a mi sikerünk, tényleg a Kétnek a sikere, meg az Eriknek na köszönhető. Na jó, de rátok irányult a figyelem. Nyilván mi vállaltuk ezt föl arccal, tehát hogy mert ahogy a mi gyermekünk miért is, hogy azért... A két most nem érdem egy másik helyen. Akkor konkrétan kérdezem, a színésznő komika megkeresette titeket, ti megkerestétek-e őt, felveszitek-e a kapcsolatot, küldesz-e pólót, lesz-e follow-upja, vagyis folytatása annak az Egyesült Államokban, hogy van ez a két magyar srác, aki megírta ezt a bizonyos Józsefvárost. Igen, de egy intimebb környezetben van folytatása, tényleg ilyen szinten van folytatása, hogy felvettük a kapcsolatot Erikkel is, sőt most már Kéttel is, olyan szinten, hogy a hétvégén volt egy pár fellépésünk, és amikor például egy esküvőn a mennyasszony az abroncsos ruhába is így nyomja a Józsefvárost és ugrál közbe, meg amikor 1000 ember előtt ott ők is velünk egy emberként belekapcsolódtak, hogy egy telefonos videóüzenetet küldjünk a Kétnek, aki lereagálta és azt mondta, hogy ez zseniális, tehát hogy ő se hitte, hogy ez lesz belőle. Mi nagyon szépen megköszöntünk ezt Eriknek is, meg Kétnek is, meg igazából Jimmy Fallonnak, sőt a Roots-nak is, ugye, aki a háttérzenét szolgáltatja. Nekünk nagy ikonok ők egyébként a műsoron belül, nekünk miért ez egy plusz. A Józsefváros szerintetek? Hát mert hogy ezen a környéken forgattak, és az Erik is ott lakott, neki egy személyes kötődése volt ehhez, de Erik elmondása szerint ő több dalt is megmutatott egyébként a Kétnek, de ő ez a gesztust találta ki. Sőt, Erik egyébként azt is elárulta, hogy alapfokon megtanult a Két magyarul, tehát akár magyarul is tudnánk vele beszélgetni. Simán. Ennyire a forgatás alja. Igen. Hát figyeljetek, óriási országimást nyomtatok. Köszönöm szépen, 3 baseball sapkás egy stúdióban. Jó, akkor nem volt. Cserélünk? Nem cserélünk. Elfogadom neked. Köszönöm, hogy itt voltál. Nem trollkodjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nem cserélünk.